Sziasztok, Krisztián vagyok, és veletem a Plecska Izabella, a kedvenc szexológusunk. Sziasztok! Úgyhogy most nem Mezén Mónika van, de a PIK-be vagyunk, és a mai témánk a vágyfokozásról fog szólni, illetve milyen ételekkel lehet ezt elősegíteni, mert mint tudjátok, az étkezéstől nagyon sok minden függ. Függ az egészségügyi állapotok, az alakotok, a hangulatotok, minden függ tőle, ilyen a vágyfokozás is, és Plecska Izabella fogja nekünk mondani, hogy milyen természetes, ilyen vágyfokozó ételek vannak, amit egyszerűen beszerezhettek bárhonnan. Úgyhogy Iza, beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyáltalán működnek ezek a dolgok, vagy csak az egész egy ilyen misztikus kitaláció? Hát, sziasztok! Igazából csodát ne várjon senki attól, hogy megeszik egy ilyen vágyfokozó ételt, és akkor az egész szexuális élete megreformálódik. Természetesen az egész kiegyensúlyozott táplálkozás fontos. Beszéljünk egy pár szót a libidóról, önmagáról, meg a testi működő képességéről. Igazából sok összetevős a dolog. Tehát nincs az, hogy egyik összetevőt megtámogatjuk egy picit bizonyos kajákkal, és akkor minden működni fog. Ezek az összetevők, amikről most beszélek, ezek az például, hogy az optimális hormonműködés, tehát hogy a hormonháztartásunk rendben legyen, ez is elengedhetetlen ahhoz, hogy a mennyi vágyunk jól funkcionáljon, és a teljesítő képességünk működjön. Fontos még a vérereknek az oxigén ellátottsága, hogy ne legyenek ilyesmi problémái, szív- és érrendszeri panaszaink, ugye ezt is tudjuk, hogy megelőzhető a helyes táplálkozással. A tesztoszteron az nem csak a férfiaknak egy nagyon fontos hormonja, hanem a nemi vágyért felel még a női szervezetben is. Bizonyos ételekkel ezt is egy kicsit helyre lehet rakni, és illatok, aromák is vannak például, amikkel kicsit fel lehet dobni a vágyat, akár a természetes emberi feromonokkal, amiket ugye egymáson érzünk, és néhány illatanyag, például fűszerek, ilyesmik is tudnak jótékony hatást gyakorolni, és ne feledkezzünk meg a vitaminokról sem, amik amellett, hogy energizálnak, a stresszhormon szintet is csökkenthetik, és vannak bizonyos anyagok, amit tudjuk, a magnézium, a B-vitamin, amik az idegrendszerünkre gyakorolnak jótékony hatást, és hogyha kiegyensúlyozottan működik az idegrendszerünk, kevésbé stresszerünk, akkor természetes, hogy egy pásztorollal is jobban kaphatóak vagyunk, mint egy stresszes időszakban, amikor mondjuk a szervezetünk összes raktára ki van örülve. Tehát ezek azok az alap dolgok, a vérkeringés fokozás, a hormonháztartásnak az optimalizálása, a lazítás és a vérkeringés fokozása, amikkel meg lehet mondjuk egy étkezés során kicsikét támogatni a szervezetünket, hogy úgy működjön, ahogy mi szeretnénk. Közben kérdezek, akkor itt a libidó szint szóba került, hogy honnan tudjuk azt, hogy alacsony a libidó szintünk? Mert oké, azt mondom, hogy nincs kedvem, az egy dolog, de hogyan előzhető meg? Hát azt, hogy mindenki észreveszi magán, hogy mondjuk huzamosabb ideig kevésbé kívánja a párját, vagy nem nagyon vevő az összebújásokra, azért ez nem lehet annyira általánosítani, hogy heti hányszori alkalom kell, hogy legyen. Mindenkinek más ugye a szexuális étvágya, mint ahogy a rendes étvágyunk is, erről a pikniken még beszélgettünk is, hogy van egy kicsi összefüggés az embernek a táplálkozási szokásai és az ágybeli dolgai között. Tehát, hogyha magunkon azt érezzük, hogy a saját saját étvágyunkhoz mérve kicsikét alacsonyabb a dolog. Tehát hát teszem azt, valaki mondjuk alapvetően tudja magáról, hogy azért 2-3 hetente szeret együtt lenni a párjával, és azon kapja magát, hogy eltett 2 hét, és egyszerűen semmi. És igazából nem szólna amellett semmi, hogy mondjuk hanyagoljuk egymást, nincsen veszekedés, nincsen otthoni stressz, semmi, hanem kicsikét le vagyunk lakva úgy vágy ügyileg, akkor lehet ilyen dolgokban gondolkodni. De itt ezt mennyire veszed észre, mert nagyon sok ilyen cikk meg kutatás van arról, hogy a fiatalokat egyre kevésbé érdekli ez a dolog, hogy teljesen megvannak egymással érzelmi alapon, és mintha a testiséget így mellékel. Hát sokszor ugye annyi, akkora nyomás gyakorolódik rájuk, tehát akár a stressz, akár az elvárások, akár a munkahelyi, meg a fizikai fáradtság, hogy nehéz arra is erőt, meg időt szakítani. De azt gondolom, hogy egyébként, hogyha jól működik egy kapcsolat, és minden rendben, csak egy kicsit fáradtabbnak érezzük magunkat, és erre tudjuk ráfogni azt, hogy mi nem szeretnénk együtt lenni a párunkkal, akkor egy kicsikét érdemes a táplálkozásra is jobban odafigyelni, és akkor ilyen módon is megközelíteni a dolgot. Úgyhogy vannak bizonyos ételek, amikkel azért ezt meg lehet. Lássunk ilyeneket. Hát igazából, amit már mondtunk, hogy a
kezdeném azzal, hogy a tesztoszteron szint az nőknél is ugyanolyan fontos, mint a férfiaknál, nyilván azért jóval alacsonyabb egy nő szervezetében a tesztoszteron, de felelős a nemi vágyért. Ennek a helyreállításában segíthet, hogyha valakinek kicsikét alacsonyabb a vágya, a tesztoszteron termelése, például a cink, és a cinkben gazdag ételek van, egyébként nektek is olyan terméketek, ami cinkben gazdag. Az mi ennek a neve? Azt tesztó? Azt hiszem, a cinksalát is, meg igen, van a tesztosztek is. Tesztosztek, igen. De mivel a női csatornán vagyunk, azt elmondjuk, mert nagyon sok kérdés van, hogy a nők is szeretnék szedni ezeket, és nem biztos, hogy igazán ajánlanánk, főleg a hormonháztartásnak a felborítása miatt, de viszont ha figyeltek, és ezek a kiegészítők pont arra lesznek jók, tehát hogy ne ezt szedjétek, hanem külön akkor például a cinket, illetve megyünk tovább. Úgyhogy visszakanyarodunk a cinkhez. Miben találtok meg a cinket, miben találtok meg a cink, mik azok az ételek, amiben a cink megtalálható, elnézést a nyelvbotlásért. Szerintem, hogyha azt mondjuk egyébként, hogy vágyfokozó ételek, az első, ami eszébe jut az embereknek, az az osztriga. Magyarországon nem annyira. Azért szerintem ez egy népszerű vágyfokozó, igaz, nem fogyasztják annyira gyakran, de ez mindenkinek a tudatában azért benne van, hogy ez egy olyan étel, ami erotikus éjszakákat hozhat a fogyasztóinak. Jellegzetes külseje van, tehát azt is tudjuk. Tehát a cinkben nagyon gazdag az osztriga, aki nem nagyon szereti ezeket a kagylós, halas dolgokat, azoknak például az emmentál és a rikotta sajtok is jók lehetnek, mert ezek is nagyon gazdagok cinkben, illetve a magvas dolgok, a mogyoró például, a mandula, egyébként a magvas dolgok, ezek a kis rákcsálnivalók, ropogtatnivalók azért is jók, mert tele vannak ezekkel az eszenciális zsírsavakkal, amik szintén jót tesznek a potenciának, erre majd még visszatérünk. Még azt akartam mondani, hogy jellegzetes formája az osztrigának, tehát tudjuk, hogy egy női nemi szerre emlékeztet. Ezt így talán nem tűz le a Facebook, hogyha ezt ilyen nyersen kimondom. Nagyon érdekes és nagyon vicces, hogy nagyon sok olyan növény és étel van, ami vagy a férfi nemi szervre, vagy a női nemi szervre emlékeztet. Például, hogyha csak elképzelsz magad előtt egy kis mogyoró szemet, amit félbeszedünk. Az is ugye a női oldalt formálja. Ott van a füge, ami egyébként egy, tehát az is ugye a férfi ivarszernek az egyik részére, most nem fogom kimondani tényleg, mielőtt le leszünk írtva 18-as karikával, az is arra emlékeztet, félbevágva viszont a női szervet szimbolizálja. A banán is egy erőteljesen fallikus dolog, az a B és az E vitamin, C vitamin miatt is egy jó potencia növelő, illetve a magas energiatartalmával biztosítja a jó állóképességet. Mi van még a chili, az is például egy eléggé jellegzetes külsejű étel, és az is élénkíti a szervezetet, a vérkeringést fokozza. És a sort folytathatnánk egyébként, tehát nagyon-nagyon sok olyan van, mert a természet már mutatja azt, hogy ez vajon mire lesz jó. Úgyhogy kicsit elmentünk a témától, de a cinkről beszélgettünk. Még a tökmag az, ami vagy tökmag és a sütőtök, ami szintén gazdag cinkben. Egyébként, hogyha megnézitek egy bármilyen természetes potencia növelőnek a cinkét, biztos, hogy találtok benne tökmag kivonatot, ginkót, ginzenget, kóladiót, ezek szintén élénkítő hatású dolgok, tehát ilyen egészen saját háztartásban megtalált a dolgokkal is lehet ezeket a dolgokat fokozni, ugye erről is beszélünk. Hallgatlak, átadom a szót. Nem, elmondtad nagyon jól. Jó, akkor még folytathatjuk, mert említettem az eszenciális zsírsavakat. Igen. Ezeket, ha máshol nem, tényleg a tévéből is mostanában ez árad, meg nagy divatja lett az omega zsírsavaknak. Igen, azt mondjam. Tengergyümölcsei, tonhal, ezek mind gazdagok ebbe, a tojást is még van, hogy a tojást különösen dúsítják ezzel a zsírsavval, és ez is nagyon jót tesz egyébként a potenciának. Nem a tesztoszteron szintet fokozza, hanem abból az irányból közelíti meg a dolgokat, hogy kicsikét harmonizálja a hormonháztartást. Az optimális hormontermelődést sikerül beállítani. Ugye ez is fontos férfiaknál, nőknél is az ösztrogén szint, hogy jól működjön. És ez nem csak a szexuális teljesítő képességben, hanem például a termékenységre is jótékony hatást gyakorol. Úgyhogy mi van még? A vitaminokról még néhány szót is fogunk ejteni, hogyha esetleg nincs kérdésre. Mondhatnánk, hogy teljesen alap, hogy vitaminokat szedünk manapság, mert az ételek, mert itt elmondtál, meg elmondasz egy jó pár ételt, meg zöldséget, de hogy mondjam, amint az új Peak Shop kezdőlapon is kint van,
hogy a természetünk egyre gyengébben teljesít, tehát hogy ezeket fel kell erősíteni, és ezért szükség van a vitaminokra és a multivitaminokra. Igen, igen, és hát gondolhatnánk, hogy alap a vitaminfogyasztás, de hát én most visszavonk az elmúlt egy hetemre, hiába én igyekszem egészségesen lenni, nagyon kevés vitamint fogyasztottam gyümölcs formában, vagy zöldség formában, és az ember a szájámos mondjuk multivitaminokhoz is nyúlni, de hát az a legjobb, amikor természetes úton visszük be ezt a szervezetünkbe. Ezek energizálnak, a C-vitamin például nem csak az immunrendszert védi, hanem a stresszhormon szintet csökkenti, és ugye ha valaki stresszes, akkor nem tud ellazulni. Ha nem tudok ellazulni, akkor nem vagyok képes nőként befogadni a páromat, férfiként nem vagyok képes a kicsikét oda tenni magamat jobban. És például az E-vitamin, ezek a tokoferolnak hívják más néven, ez is a szívérendszerre jótékony hatást gyakorol. Szexvitaminnak is szokták hívni az E-vitamin. Igen. Ez is a banánban és a növényi olajokban van benne, a már említett ilyen kis magvas dolgok, mandula, mogyoró, brazil dió. Ezekben található meg tök magolaj, esetleg, hogyha valaki szeret otthon főzőcskézni, akkor ilyen olajokban is meg lehet találni. Tehát igazából a lehetőség adva van, hogy bemegyünk a kamrába és elővesszük ezeket a incsiklandóságokat, és csak egy kis csipegetés mellett, mert én azt gondolom egyébként, hogy valaki nagyon teleszi magát, az nem tesz nagyon jót az estének, tehát az ott mondjuk, jó, bekajáltunk, hátradőlünk, és édesem, jól laktam, és akkor ott vége a dalnak. Úgyhogy egyébként amiket így felsoroltunk, akár ezek a kis gyümölcsök, meg akár a magvak, ezek szerintem főleg egy pohár bor mellett. Tehát a pohár bor nem sok, de egy pohár bor is ellazít, szintén a vérkeringést serkenti. Egy pohár bor mellett tenni egy kis mandulát, diót, mogyorót, tök jó kezdete lehet az estének. Illetve még, hogy említettük a stresszt. Tehát a B-vitamin az is, ugye egy kicsikét visszavesz az embernek az idegeskedésébe, illetve a magnézium az, ami szintén nagyon-nagyon fontos, meg az átaludt éjszakákhoz is, hogyha az ember kicsikét jobban hajlamosabb forrulódni, akkor este egy kis magnéziumot vagy magnéziumtartalmú ételt bevesz, és már is ellazultabb lesz. De tényleg, hogyha valaki nagyon-nagyon feszült, akkor képtelenség teljesíteni. És nem, tehát nem csak a libidóról van itt szó, hogy azt meg lehet kicsit támogatni a kajálásra, hanem arról is, hogy az állóképességünket fokozzuk, ugye minden kevesebb zsíros étel hasonló, és hogy minél fittebbek maradhassunk a táplálkozás által. Azért az sem egy mellékes dolog, de hát erről ti tudtok többet mesélni. Így van, illetve ha van kérdés, azt ugye nyilván jelezzétek, itt lent. Illetve, hogy a magyarul meg ezekről beszéltünk, de nyilván van másféle felhasználási módja is. Nem csak a csipegetés, és egyébként nagyon-nagyon finom. Igen, a mellesnek, igen. Még itt elejtenik néhány ilyen ételt, amit most egyik kategóriába se tettünk be, de például az avokádó, mint a manapság nagyon divatos superfood, a spárga, a füge, a zeller, ezek mind-mind nagyon jó dolgok. Ja, meg hát azért bűnözzünk, csalónapon egy csoki például, ami tudjuk egyébként, hogy még az érzsúgyók. Igen, és tök jó, mert évszaktól függetlenül megtaláljuk ezt a zöldséget, aminek idénye van, és akkor... Igen, igen, hát meg az egy csoki is évszaktól függetlenül, az mindig jöhet. Úgyhogy én ezeket tudom javasolni ilyen kis csipegetős estéken, és tényleg odafigyel az ember egy picikét arra, hogy csökkentse a stresszt, nem csak úgy, hogy mondjuk magunkra csukjuk az ajtót, amikor valaki elkezd nekünk magyarázni, hanem belsőleg is igyekezzünk a stresszt leküzdeni, belsőleg is energizáljuk, vitalizáljuk magunkat, mert sokszor tényleg a külső tényezőket nem tudjuk kivédeni. Ez olyan, mint az immunrendszernek az erősítése. Az immunrendszer erősítése is baromi fontos, és mint a belső immunrendszerünket kicsikét erősítgetnénk ezekkel az ételekkel. És ezzel megalapozzuk azt, hogy kivédeni ugye nem tudjuk maximálisan kívülről érkező stresszt, és a nyomást, és a veszekedést, és a munkai elvárásokat, de picikét megerősítjük magunkat lélekben, egészségben és szellemileg, akkor jobban könnyebben veszük az akadályokat, és így a szerelmi életünkben is jobban tudunk teljesíteni. Hát szerintem ez tökéletes végszó volt, úgyhogy van még esetleg bármi? Fűszerek? Na például a fűszerek, azt most hallottam, mielőtt előttől beszéltünk, hogy arra nem is beszéltünk. Na akkor igen. Egy pár szót, hogy... Hát mondjuk nem a legjobb mondjuk egy mexikói kajával indítani romantikus esélyt, de ami nagyon jó lehet. Chili paprika,
fokhagyma, tehát az megint egy olyan dolog, hogy nem megyünk az elsőre, ami lángosozni, pedig tök jó lenne, mert van ugye sajt is, amit mondtunk, van fokhagyma is, jó dúsa, tehát ne legyetek randin lángosozni, másodikon már lehet. Tehát fokhagymát azt mondjuk ne az első időszakban vessétek be, de szerintem egy idő után, mert az sem zavar be. A petrezselyem, na tényleg a petrezselyem az viszont jó, mert ki is emlegesíti ezeket az illatokat. Úgyhogy, hát nem mondtad a rikottát, az meg ilyen teljesen mondja. Igen, na, igen, tehát igazából majdhogy nem egy főzőmúzsorra is csaphattunk volna itt. Még jó, a fahéj, a gyömbér, ezeket akár egy kávéba, forró csokiba is beleteszitek, egy kicsikét be átmelegít kívülről, belülről, én ezeket is javasolnám. Úgyhogy én az édességet meg csokit is mondom, de ez persze mértékkel, mert a mértékletesség mindennek az alapja szerintem, az egész szellemi, lelki, testi, minden tekintetben való egészség. Kivéve a píksokba jöttek, ott minden cukormentes. Hát igen. Jó. Még valamink van? Ennyi, akkor a fűszereket is megbeszéltük. Jó. Ha bármi kérdésetek van esetleg, vagy témajavaslatotok a következő live-okat illetően, akkor azt is várjuk szeretettel. Ide, illetve a píksopper.hu per man oldalon, ugye kérdezhettek is Izától. Ingyenesen, folyamatosan várja a kérdéseket, folyamatosan válaszol is. Igen, egy kis türelmet szeretnék kérni, mert az elmúlt időben volt néhány üzenet, hogy mintha elkeveredett volna. Heti két alkalommal tudok ezekre válaszolni, de mindenki sorra kerül. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok.